Ma este az Okos parasztember című német mesét fogom felolvasni, elmesélni. Élt egy faluban egy szörnyen ostoba ember, és miért nem, mégis majd felvetette a gazdagság. A másik meg, akinek több esze volt, mint a bírónak, papnak, kántornak együttvéve, alig tudta jól lakatni a gyerekeit. Egy lúd volt minden vagyonkája, azt meg sajnálta levágni. Hanem aztán, mikor az utolsó falat kenyér is elfogyott a házban, mégis azt mondta a feleségének, hogy vágja le, és süsse meg a ludat. Megsütötték hát a ludat, fel is adták az asztalra, de kenyér az nem volt hozzá. Az ember gondolt egyet. Ha így nekilátunk, mondta, kenyér nélkül megesszük együltünkben, inkább elviszem az uraságnak, egy kis lisztet támad érte. Úgy is tett, beállított a földes úrhoz. Hoztam egy sült ludat, fogadd el, és ha egy kevés lisztet adnál érte, szépen megköszönném. Jó, nem bánom, mondta a földes úr, de aki ludat ajándékhoz, hossza is eligazságosan. Amint látod, hatan vagyunk, én meg a feleségem, két fiam és két lányom. Ha elosztod itt közöttünk, hiba nélkül megjutalmazlak, de ha nem, 25 bot a fizetség. Az ember csak egy kést kért, és neki fogott elosztani a sült ludat. Legelőször a fejét vágta le, azt a földes úrnak adta ezekkel a szavakkal. Te vagy a ház feje, tiéd a lúd feje. A püspök falatja az asszonynak jutott. Te itthon ülsz, őrzöd a négy falat, tiéd a püspök falat. Azzal levágta a két lábat, és a fiúknak adta. Neztek egy-egy lába, jó úton járjatok apátok nyomába. A két szárnyat a lányok tányérjára tette. Lányok vagytok, eladók lesztek, egy-kettőre szárnyra keltek. A többit megtartja magának, és azt mondja, a paraszt egy ügyű és balga, neki marad a vastagja. Nagyot nevetett a földes úr. Jól van, öreg, elosztottad rendesen, és magadról se feledkeztél meg. Megkínálta egy pohár borral, és két zsák lisztet adott neki. Fülébe jutott a dolog a gazdagnak, megirigyli a szegényt, és gondolja magában. No, én többet viszek, többet is kapok bizonyosan. Megsüttet 5 kövér ludat, és elviszi az uraságnak, földig hajol előtte. Megnevesse nagyságod, alázattal kérem, 5 kövér libácskát hoztam ajándékba. Köszönöm, barátom, mondja az uraság, de aki ludat ajándékhoz, hozza is eligazságosan. Ha el tudod osztani itt közöttünk, hiba nélkül megjutalmazlak, de ha nem, 25 bota jutalmad. Csak állott az ostoba ember, próbálgatja így is, úgy is, de sehogy se jó. Elküldi egyik szolgáját a földes úr a szegény emberért, és az persze mindjárt ott is van. El tudnád osztani ezt az 5 ludat hatunk között úgy, hogy hiba ne legyen? Elén, nagyságos uram, miért ne tudnám? Egy ludat az úrnak meg a feleségének ad, ketten vagytok, a lúddal hárman lesztek. A másikat a két fiú kapja. Így most ti is hárman volnátok. A harmadik a lányoké. Ti is hárman vagytok a lúddal. A megmaradt kettőt meg magának adja. Így aztán mi is hárman vagyunk. Senki se rövidült meg. Tetszett az uraságnak a tréfa, megkínálta az okos parasztot borral, egy szekérlisztet adott neki. A gazdag is megkapta, amit érdemelt. 25 botot. Jó éjszakát.